Személycserék az Emmiben távozik a kultúráért felelős államtitkár El Simon László. Azt mondta, nem szakmai, hanem habitusbeli különbségek vannak közte és a miniszter között. Az új kulturális államtitkár Halász János lesz, az ő parlamenti államtitkári helyére az eddigi sajtófőnök Orbán Viktor korábbi beszédírója Doncsev András kerül. Kovács Zoltán pedig a Róma ügyekért felel ezután. Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter azt mondta, a bővülő feladatok miatt tovább kellett erősíteniük a tárcát. A Lovasberényi kormányüdülőbe hívta államtitkárait az emberi erőforrás miniszter, zárt ajtók mögött egyeztettek órákig, időnként kinéztek, végül a sajtótájékoztatóra mindannyian együtt jöttek ki. Bár végig jó hangulatban beszéltek, beigazolódott az utóbbi napokban felröppent hír, El Simon László valóban távozik a tárcától. Azok a véleménykülönbségek, elsősorban az együttműködésben mutatkozó véleménykülönbségek, amik köztem és az államtitkár úr között, El Simon László államtitkár úr között megszilárdultak, azt a döntést eredményezték, hogy a továbbiakban ebben a formában nem fogunk együttműködni. Hozzátette, nagyra értékeli El Simon László munkáját, ezért azt javasolja, hogy az államtitkár a kulturális bizottság élén folytathassa a munkát. Azt is mondta, reméli, hogy így jobban együtt tudnak majd működni, mint a minisztériumban. Ugyan személyes véleménykülönbség volt több kérdésben közöttünk. El Simon László szerint minden kacsa, ami a távozásával kapcsolatban a sajtóban eddig megjelent. Nem a Magyar Művészeti Akadémia a köztünk meglevő véleménykülönbség fő oka, nem az, amit itt valamelyik nap leírt, hogy én az utolsó pillanatban a Művészeti és Szabadművelési Alapítvány élére kineveztem egy kuratóriumot, de hogy is miniszter úr neveztek. Hiába mondta, hogy magánügyről van szó, csak megkérdezték, miért kell mennie. Miniszter úr és én köztem habitusbeli különbség van. És ez a habitusbeli különbség, ez egy olyan helyzetet teremtett, aminek köszönhetően miniszter úr így döntött, és ezt a döntését én, mint ahogy az előbb is mondtam, méltósággal fogadom. Nem kell erről többet beszélni, mert nem szakmai okok miatt távozom a tárca éléről. Mármint úgy értem, hogy az államtitkárság éléről. Ennyit a habitusról. Az új kulturális államtitkár Halász János lesz, aki az első Orbán kormányban már betöltötte ezt a posztot. Halász parlamenti államtitkári helyére Doncsev András a tárca eddigi sajtófőnöke ülhet. Kovács Zoltán a Kínből jön át az Emmihez. Ezentúl felzárkózási ügyekért felelős államtitkár lesz. A kinevezettek február végén vehetik át megbízó levelüket.